Jobbrodi szerkesztő nevében is köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. A mai témánk az izraeli háború lesz, azon belül is a Hamasnak a múltja is jelene. Vendégünk dr. Tomoya János, terrorizmus szakértő. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást! Felvételünk napjához ő, képest körülbelül egy hete tört ki a háború az Izrael és a Hamas között. Ő, mit érdemes tudni a Hamasról? Miért tűzte ki célul, hogy Izraelt el akarja pusztítani? Amasztal azt kell tudjuk, hogy ideológiájában a muszlim testvériséghez kapcsolódik. A muszlim testvériség hát egy Egyiptommal létrejött szervezet, még csak, majd csak száz évvel ezelőtti szervezet, és ez sajnos úgy alakult, hogy ez a muszlim testvériség ideológiájában és magából a szervezetből több terrorista szervezet is született, nőtt ki magát. Például az iszlám dzsihád Egyiptomban, ami aztán később bedagozódik az alkaidához, és hát a muszlim testvériség az, aki létrehozza a Hamaszt is Gázában. 1987-et teszik legtöbben a születési dátumát, vannak más források is, akik már azt mondják, hogy itt korábban is a szervezet meg kellett, hogy alakuljon, de 87-ben az első intifád idején már mindenképpen aktív a Hamas. Eleinte karitatív tevékenységet folytatnak, mi vagyunk a ti muszlim testvéretek, tessék egy kis csoki, egy kis cukorka a gyerekeknek, élelmiszer segít adnak, a munkanélkülieknek némi pénzt, gyógyszert az időseknek, és ezzel népszerűségre tesznek szert a palesztinok körében. Aki, aki ezek a palesztinok abban az időben a fatak, és hát a palesztin felszabadási szervezet Arafat vezetése alatt vannak, ami egy átfogó, ernyő szervezet volt, de hát a fatak volt ennek a meghatározó ereje. Viszont rendkívül korruptak volt a fatak, a megkapott segélyi pénzeket nagy részben ellopták, elkényesen estek, és nem vették észre, hogy a búvó patakként terjed a Hamasznak a népszerűsége, ami aztán később, 91 körül megalakítja a katonai szárnyát is, nem csak politikai párként működik ezután, és nem csak karitatív tevékenységet, hanem katonakciókat is végrehajt. Ez az Alkasszán brigádok, és a Yassim Sejk az alapítója, az ideológia vezére a Hamásznak, az engedélyezi az öngyilkos menéleteket is. Ami akkor egy új formája a terrorista támadásoknak, és hát ezek a támadások végül is oda fognak vezetni, hogy Izrael lezárja a jövezetet mert nem kíván több halottat, sebesültet ezekből a támadásokból nem egyedül zárja le Gázát, egy is része a blokádnak. Azt kell még tudni a Hamászról, hogy eleinte kevés pénzből gazdálkodó muszlim testvériség által finanszírozó szervezet volt szó, később azonban voltak komoly donorai is a Hamásznak. Itt arra kell gondolni, hogy egyrészt folytattak csempész tevékenységet, tehát abból is folyt be pénzt, másrészt voltak gazdag Öbölmenti államok, akik adtak pénzt, magánszemélyek adtak pénzt, gazdag szaudiak, és a végén megjelent a színen Irán, aki hajlandó volt nagy mennyiségben pénzt adni a, 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 ennek a szervezetnek, csupán azért, hogy Irán a Hamasban azt az eltökélt szervezetet látta, aki hajlandó Izrael ellen ellenfegyveresen harcolni, és utána megalkotják a ideológiai úgynevezett alkotmányokat a Hamas, amiben egyértelműen azt a célt tűzik ki, hogy Izraelt el kell pusztítani. És hát ez a két uh, ellensége, mellensége módon egymáshoz közeledő dolog, Irán és a Hamas így talál egymásra, 91-től egyértelműen kapják a pénzt Irántól. A pénzt ezt nem mindig úgy kell gondolni, hogy guruló dollárok, hanem sokszor fegyverszállítmányok, lőszer, vagy más formában kapják meg a irántól a támogatást. Ebben változás akkor lesz, amikor az arab tavasz kapcsán Szíriában egy nagyon komoly polgárháború tör ki, és hát ez mindenki számára ismert, hogy az alavitákat, a síita a kisebbséget, az elitet Szíriában Irán támogatja. Vallási alapból. Meg más geopolitikai megfontolásokból is. Viszont a szunnitákat, és mivel a Hamas szunita szervezet, a Hamas szót emel a szinták mellett, és akkor éppenséget Damaszkuszban van, Damaskusban van a Hamas központja, amire válaszul egyszerűen kipenderítik őket Szíriába. És többet nem is nagyon akarnak pénzt adni Irán se, és Szíria se akarja tovább támogatni a Hamaszt, ezért Katar lesz, aki befogadja a szervezetet, és egy-két évi komoly finanszírozási problémákkal küzdenek. Aztán ezeket a pénzügyi problémákat és ellentéteket később el simítják. De hát volt olyan, hogy a magába, a gázába 22-3 százalékon állt a Hamasz népszerűsége, ami nagyon alacsony volt abban az időben és hát akkor ilyenkor Hamas mindig az a fegyveréhez nyúl, az az eszköz, hogy nyúl, hogy erőt mutat, megtámadj Izraelt valamilyen formában, és ezzel valamennyire vissza a csempészi, vissza növeszti a népszerűségét a palesztinok körében. És mikor mondhatjuk azt, hogy meg uh, Hamas megváltozott, és nem egy ilyen politikai szervezet, hanem sokkal inkább egy ilyen katonai, katona központú, erőközpontú szervezet. Hát ez 91-től datálható, amikor létrehozzák a katonai szárnyat, az Alkasz brigádokat. És hogyan tekint a mai napokban? Hogyan tekint a gázai lakosok? Hogyan tekintenek a Hamasra? A történethez hozzátartozik az, hogy a palesztin területeken 2005 és 2006-ban helyhatóság és parlamenti választásokat tartanak, amit a Hamas megnyer és nagyjából 60 át szervezi meg a szavazatoknak, amivel egyértelmű vállalja Hamasznak egy jogosultsága van a kormányt alakítani. Ez a kormány alakítás azonban elmarad, hiszen a fatak ebben nem akar részt venni, és egy törés keletkezik a két szervezet között, ami fegyveres konfliktusba is torkolik, gyakorlatilag a Hamas fegyveresen kiveri fatak szimpazitás, szimpatizásokat Gázából, vagy egyszerűen meg is őket. Tehát egy katonai pucs lesz Gázában, és onnantól kezdve egyeduralja ebből a szempontból a Hamas a gázai a Megerősíti a rendőri jelenlétet Gázában. Az addigi 15 ezer fős rendőri kontingest feltornászák 40-50 ezerre megtiltják az utcán másoknak a fegyverviselés, csak ők viselhetnek fegyvert, és terror alkalmaznak. A helyiek ellen nyilvános kivégzések, akasztások, bevezetik a saját botozások, és hát az, aki valami formában kritizálja Hamaszt, hát az túl jóra nem számított, az egyik büntetési mód egyszerűen a lábszáron lövik. Tehát terror tasznak, és az a terrorral tartják fent a most is az úgynevezett rendet a gázai övezetben, az előbb említett időszakban, amikor pénzügyi problémái voltak a Hamasnak, voltak tüntetések a Hamas ellen, amit teljesen brutálisan a Hamas lever. Jelenlegi helyzetben azt lehet még mondani, a Hamas népszerűsége 50-52 százalékon van, ami nem túl rossz aránya múlthoz képest, de hát nyilván nem egy döntő fölényt jelent, hiszen a Gázában más terrorista szervezetek is aktívak. Hamas mögött még fél tucat másik terrorista szervezet működik. Ezek közül a legerősebb az iszlám dzsihád, aki egyértelműen Irán befolyás alatt van, teljesen fanatikusak, és semmi máson nem foglalkoznak, csak Izrael támadásával, jól felszereltek, jó kiképzett fanatikusak, és hát ők abszolút Irán befolyás alatt annak. Mit tehát egy gázai lakos, aki nem szeretne ebbe a terrorba érni. Izrael lezárta a határait is, most, most egy kicsit a, menjünk vissza a háború előtti yeah. ö, időre. Izrael azért nehezen engedi a gázai lakosokat, vagy igen, illetve Egyiptom se ő fogadja szívesen őket. Tudott volna valami ilyen pozitív irányba elváltozni ez a gázai övezet, vagy ennek mindenképpen egy ilyen fejleményed volt? A gázövezet egy időzített bomba régen, már korábban is az volt, de ez a elkeseredettség az emberekben, az nyilván meleg ágya a radikalizmusnak. Tehát ők, ha valami reménysugárt tápláltak maguknak, jobb életük lesz, az a blokáddal hosszú időre elveszett. Még akkor is, ha időnként Izrael tette egy-egy pici engedményt, akkor most jöhetnek dolgozni, mert jobbá, hogy az volt a trend előtte, izraeli területen dolgoztak, vagy hát izraeli telepesek voltak Gázában, 7000 fő, amit aztán hát maguk az izraeliek kitelepítenek, onnan is csak a palesztinok maradnak. Tehát ez a reménytelenség egyrészt nem csak a bezártságból akad, hanem onnan is, hogy iszonyatosan nagy lett, mondjuk így finoman fogalmazva, a gyerekvállalási hajlandóság a kázai lakosság körében. Hát gyakorlatilag az történt, hogy a nőknek nincsen más feladata és kötelessége, mint a gyerekszülés. Így aztán volt egy időszak, amikor 7-8 gyerek volt egy nőre számítva átlagba. Most ez olyan négy körül van, de ez még mindig hatalmas. És ezért történt az, a jelenleg, ha nézzük az adatokat, a gázai övezet világ egyik legsűrűbb lakott övezet. És fél, ha még főleg kivetítjük egy menekültábor, akkor még durvább adatokat lehet kapni, tehát hatalmas mennyiségű ember él viszonylag rendkívül szűk területen, amihez nincs elég víz, nincs elég áram sem. Ugye a vizet magában egy Gáza Vádi nevű a egyébként se bővizű édesvízi forrás szolgáltat, tehát a vádi nem is adít, hogy időnként szinte kiszárad. Másfelől pedig furtkutaik voltak. Ez ugye a talajvízből tud a gázajak számára vizet biztosítani, de hát mivel ilyen nagy létszámban vannak, nagy mennyiségű vízre is lenne szükség, és hát a nagy mértékű víz vízkitermelés azt eredményezi sajnálatos módon, hogy mivel tengerparton vannak, a sós víztért nyer, és hát gyakorlatilag kiszorítja az elhasznált édesvizet, tehát még nehezebb helyzetbe sodorja az övezetet. Ezen felül nincs megoldva a szennyvízelvezetés. Tehát a szennyvíz bekerül a talajba, és hát ez tovább szennyezi amúgy is csekké édesvízi készleteket, tehát egyértelműen rászolgálnak, rászorulnak, Izraelnek a vízellátására, hogy valamilyen formában vizet kapjanak. Másfelől ott van a villanyellátási probléma, ami szintén nem egy ilyen nagy létszámra volt eredetben kialakítva, Igaz, hogy van egy erőmű Gázában, de ez dízel üzemanyaggal működik. Ezt az üzemanyagot Gázáról kívülről szerezték be, jobbára izraeli kutakból. Volt olyan eset is, most ezen a nyáron, ugye nem csak nálunk volt nagyon meleg, hanem náluk is, amikor mind a négy turbinájukat be kellett üzemelni, hogy valamennyire a ventilátorokat és ahol van légkondi, azt be lehessen indítani. Viszont ehhez nem volt pénz, ami fedezte volna a dízel üzemanyagárát, és Katar ezt nagy lelkűen kifizette. Tehát be lehetett indítani a negyedik generátot is, de ez a teljesítmény, amit ez a kis erőmű ad, ez messze nem elegendő gázának. Össze vannak kötve izraeli vezetékekkel, de ez a kettő sem fedezi, békédőben sem fedezi a térséggel villanyellátási igényét a szakadék, az igény és a lehetőség között mindent kettő-kettő is félszeres. Ez azt jelenti, hogy béki időben is gyakorlatilag egy házban 8 órára kapcsolják be az áramot, és ezt ilyen a váltásos módon következő nap másik ház vagy másik 8 óra, tehát elég nehéz a helyzet a villany szempontjából. most pedig azzal, hogy Izrael lekapcsolta az áramot, és most pedig eljutottak oda, hogy elfogyott az üzemanyag, és Gázában gyakorlatilag villanyt nélkül maradtak. Viszont Gáza határos együtt, egyiptomban is. Egyiptom milyen kapcsolatban van ezzel a zövezettel, egyáltalán a Hamasszal? Ez változó volt. Eleinte ez összekötésben van azzal, hogy a muszlim testvériségből nőtt ki a Hamász. Egyiptomban ez egy időben teljesen betiltó szervezet volt, hiszen merényleteket követtek el. Hagyományosan nem szerették a muszlim testvériséget, annak ellenére, hogy egyébként a normál egyiptomi közegben volt népszerűségük, pontosan a karitatív tevékenységek miatt. Aztán jött egy váltás a arab tavasz kapcsán, amikor együttom a muszlim testvériség kerül hatalomra. Tehát akkor kiengedik a börtönből, akik ott voltak, beengedik őket Gázába, tehát egy viszonylag támogató jellegű kapcsolat van Gáza és Egyiptom között, aztán ez a dolog visszájára a amikor a Sziszi tábornok veszi át a hatalmat, és most a újra tiltott szervezet, és nem szeretik azokat, akik Gázában vannak. Nem is szeretnék magukhoz venni. Történelem azt mutatta nekik, hogy volt erre lehetőség, hiszen 67-ig az övéké volt, ez a 67-ben veszi Izrael, elfoglalja, majd megpróbálja visszaadni, csak akkor Egyiptomnak nem kell. Aztán voltak egészen volt gondolatok, mi volna a lakosságot kitelepítenénk onnan be a sínai félszigetre, valami új település hozzának az egyiptomnak ez szintén nem tetszik. Elég problémájuk van a terrorizmus a Hamas nélkül is, és a palesztinok nélkül is. Egy nagyon aktív iszlám állam Jellegű terrorszervezet működik a Sinai Félszigeten, nagyon nehezen boldogulnak az együtt, én csak említem, hogy ez a szervezet volt az, aki felrobbantotta az orosz repülőt is annak idején. Egy kicsit térjünk rá akkor a, a mostani időszakra, magára a háborúra. Ö, hogy lehetséges az, hogy tényleg az egyik legfejlettebb ö, országot, ilyen módon ennyi terrorista meg tudja támadni. Nekem nagyon nehezen esik elhinni azt, hogy, hogy nem tudtak róla semmit. Az, hogy tudtak, vagy mit tudtak, mit nem tudtak, ez egy valóban olyan kérdés, amit most nagyon kevesen mondanák meg, ha tudnák is. Ez nyilván egy vizsgálatnak az eredménye lesz, hogyan történhetett az meg olyan felderítő szervezetekkel megállott ország, mint Izrael, ahol van a katonai felderítés, a van Mossad, hogy egyszerűen nem. ezek a terroristák váratlanul, teljesen váratlanul tudják az országot megtámadni. Sok minden faktor van egy ilyen eseményben, ki hol mit hibázott, egyáltalán volt erről információ, és ha azt az információt nem úgy kezelték, vagy még ez is előfordulhat, találták a politikai vezetésnek, de a politikai vezetés nem reagált rá valamilyen formában, valamiért másképp gondolták az egész helyzetet. Az biztos, hogy a Hamas meg tudta téveszteni Izraelt, el tudta terelni a figyelmüket, el tudta altatni az éberségüket. Az egyik ilyen figyelemelt terülő mozzanat, ez pedig a nyugati partnak nevezett terület, ahol a Hamas hozzá létrehozott egy oroszlán barlang nevű mini-terrorista szervezet, akikre figyelt az, izra, az izraeli haderő, az izraeli vezetés sokkal jobban, mint jelenleg most a Hamaszra. Másfelől nagyon erősen hittek a technikai ö, megoldásokban. A úgynevezett szigint, tehát a technikai felderítés hihetetlenül erős Izraelben, és ezzel próbálták az egész gázai kontroll alatt tartani, hiszen a Simbet egyébként tudja, szinte emberre lemenő mindenkinek a telefonszámát. Fel is tudják őket és ha adott esetben, volt már erre is példa, telefonon keresztül figyelmeztették őket, hogy ott az izzeli haderő akcióba fog lendülni, bombázni fog, vagy más hasonló figyelmeztetést adtak ki telefonon keresztül. Most hát, hogy közbevágok, de ezért van az, hogy most, ha jól tudom, ő csomó ilyen sms ment ki. Azzal kapcsolatban is, hogy Gázába be fog vonulni az izraeliek. Így, izraeli, van, és az így, van. így van, így van. Ez figyelmeztetés, ez egy normál eljárás az ő részükről. Az izrael haderő azért nagyon erősen védi az emberi életet, olyan módon próbál meg műveleteket végrehajtani, hogy amennyire csak lehet, az emberi életet óvják. Tehát a civil lakosságot ők. Óvják, volt olyan eset, és nem csak replapokat dobtak le, hanem nem éles bombákat is rádobtak egy házra. Még egy erős figyelmeztetésként, hogy a következő az bizony ide fog jönni éles változatban is. Mennyire lehet egy ilyen figyelmeztetést figyelmen kívül hazni a palesztinoknak, hiszen nagyjából most az a nincs nagyon hova menni. Tehát az övezetből nem tudnak elmenni, legfeljebb azt lehet, hogy az övezet egyik részéből átmennek a másikba. Volt már erre példa máskor is, és az Izraelnek az egyik komoly kihívása, hogy úgy harcolni fanatikus teröristák ellen, hogy közben ne legyen uh, izre, uh, civil áldozat, egy ilyen nagyon erősen belakott területen, nagy lakosság sűrűségű területen. Ez egy erős kihívás, de hát megvan hozzá a harcász, a teljes, megvan hozzá a technológiai megoldásaik. Ha jól tudom, akkor körülbelül azt állítja a Hamas, hogy két éve szervezi ezt a támadást. Ö, mire fognak ezek után odafigyelni, vagy mire számít, hogy mik lesznek azok a területek, amiket megerősítél? -e? Például Izrael, hogy még egyszer ilyen ne történjen lehet azt állítani, hogy ezt két éve tervezték, senki nem tudja valójában mennyi ideje, de ez nyilván egy hosszabb idő kellett ahhoz, hogy ilyen alaposan, ilyen rendkívül részletes tervet kidolgozzanak, és egy ilyen jól izdőzített tervet kidolgozzanak, hiszen pontosan tudták a gyenge pontjait az izraeli védelmi rendszernek, a technikai védelmi rendszernek is tudták azt, hogy ez az időszak az, amikor Izraelben Ünnepi van, vallásünnep van, illetve egyébként is ott van a, a Sabbát, amikor amúgy is hétvége lenne. Tehát nagyon pontosan tudták azt, hogy izraeli haderő gyenge ezen a területen. Plusz pontos információk voltak arról, hogy egy zenei fesztivált szerveztek, ami egy puha célpont, könnyen megtámadható. Erre felkészültek uh, technikai oldalról is, hogy a siklóernyőkkel repültek át a, a falon, és uh, szálltak le a környéken, és gyakorlatilag ölték mindenkit, aki eléjük került. Mi, mit lehet mondani a jelenleg, hogy mi, mi fog változni a háború utánra? Egy biztos, hogy Izrael még nagyobb figyelmet fog fordítani a saját biztonságára. Ez lehet még erősebb technika, még erősebb emberi felderítési módok, az úgynevezett mint hiszen azért gázában hogy mindig vannak Fatak, szimpatizások, akiknek nem annyira tetszik azért a Hamásznak a hatalma, tehát lehet, hogy ők velük jobban együtt fog működni Izrael. Nagy kérdés az, hogy a háborúnak hogyan és milyen formában lesz vége, ki mennyire fogja a saját politikai céljait elérni, katonai céljait elérni a háború végére. Ha egy elhúzódóbb háború lesz, ami Izrael számára kerülendő, hiszen sok pénz, az erkölcsi tőke, ami most az izraeli oldalon van egy értelme, akkor az kopni fog, nagyon gyorsan is elkophat, és átlendülhet a világ közvénye arra az oldalra, hogy egyszer csak elkezdik majd elítélni az izraeli műveleteket, a túl sok civil lesz, ha túl sikerül, és a túl sokáig fog tartani a háború azon fázisa. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy vajon hol a igazságszolgáltatás, meg a túlzó ő, ő bosszúnak a, 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 határvonala, de engem még ez nagyon érdekelne, hogy mit gondol a, a, azért a palesztin területeken van még egy másik erős terörszervezet a Hezbollah. Ő be fog szállni ebbe a háborúba, vagy inkább kivár és megvárja, hogy mi történik? Hát a Hezbollah a Libanonban van jelen elsősorban, és azt nem feltétlenül palesztin terület, de sokkal erősebb katonailag, kiképzettség és legalább annyira fanatikusak, mint a Hamas harcosai. Ha velük háborúba keveredik Izrael, akkor erős kihívás fog a Hezbollah jelenteni az izraeli haderő számára. Volt már a Hezbollah a háború 2006-ban, az se volt egy egyszerű menet. Katonailag sikerült a Hezbollahot megverni, de nem ütötték ki, mint ahogy a korábbi többi arab esetében, vagy a Hamas esetében ez megtörtént. Azóta Irán hatalmas mennyiségű rakétát adott ennek a szervezetnek, ma már több mint százezer rakétával rendelkeznek. És képzeljük el, most csak néhány ezer rakétáról volt szó, hogyha ennek a 10-15 szerese indulna meg Izrael felé, hogy akkor mi történne. Viszont a másik oldalon pedig az a helyzet a hezbollah hogy elkötelezték magukat a szíriai polgárháborúban, Assad mellett. És komoly veszteségeket is szerveztek a háborúban, bár ezt folyamatosan pótolják kiképzéssel és embertobozással. Tehát jelenleg az erőik megosztottak, mint Libanon, mint pedig Szíria felé. A harmadik, amit meg lehet itt említeni, hogy egyébként Irán új szervezeteket is létrehoz, milicista szervezeteket és terrorista szervezeteket is, mind Szíriában, mind Irakban. Tehát gyakorlatilag az a síita félhold álmuk, amit ma akarnak valósítani, azt ők nagyon erősen nyomják, hiszen Irak többségében síta, hogy az alavitákat síitának tekintik, és hát a szunnita síta arány változik Szíriában. A síták pozitívan jönnek ki ebből az egészből, mert egyre több síta települ be, és a szuniták pedig vagy menekültként, vagy a harcokban vesztették életüket. Ugyanezt történt nagyjából Libanonban is, ahol betelepült a Ezbollak, és már is a síta és a többi vallás aránya megváltozott. Arról nem beszélve, hogy a Libanonban a Ezbollak nem csak katonai erő hanem politikai erő is. Részt a választásokon, parlamenti helyeik vannak, az államszervezetben foglalnak el pozíciókat. Nem azt lehet mondani, hogy a legmeghatározóbb erőbb Limanomban nem is lehet őket megkerülni. Tehát népszerűségük is van, hiszen ők is folytatnak karitatív tevékenységeket. Akkor talán ez kijelenthető, hogy ha nem eszkalálódik a háború, akkor nem fog még több félbeszállni. Szóval hogy arra gondolok, hogy, hogy ez alapvetően meg fog maradni Izrael és Hamas közötti háborúnak. Vélhetően én azt mondanám igen, hogy egyelőre se Iránnak, se a Hezbollahnak nincs meg az az érdeke, bár Hezbollah ugye azt tesz, amit Irán parancsol, hogy a háború tovább eszkalálódjon, hiszen az uh, újabb uh, veszteségeket okozna az ő oldalukon is, és jelenleg a Hezbollah nem biztos van abban a helyzetben, hogy azoktól a az apróbb incidensektől, amiket elkövetnek, mutatván a szolidaritást a hamaszi nagy testvérekkel, az azon felül tovább hajlandó menni, másrészt hatalmas félelem van. Limonomban emlékeznek még a 2006-os háborúra, annak a pusztító kimenetelére, és ha a Hezbollah mégis háborúba indulna Izrael ellen, akkor lehet, hogy a helyi elfogadottságokat azt elveszítenék ezzel a lépéssel, már pedig hát nyilván fontos számukra, hogy valamilyen formában fennmaradjon az a támogatottság, amit per pillanat az élveznek Limanomban. Akkor tételezzük fel ezt, hogy nem eszkalálódik tovább a háború. Izrael bevonul Gázába, és mi lesz ott? Addig fognak menni, amíg az összes Hamas terroristát el nem fogják, vagy meg nem ölik. Hát deklaráltan jelenleg retorikában azt lehet hallani az izraeli kormánytól, hogy a Hamas teljes elpusztítása a cél. Hogy ezt katonailag meg lehet -e így valósítani, az egy másik része a dolgoknak. Én azt mondanám, hogy nem lehet száz százalékig mindenkit megölni a Hamasosok közül, és nem is biztos, hogy érdeke az izraelnek, hogy összes hamasztost megfosszák az életétől, hanem inkább abban gondolkodhatnak, nyilván az ilyen né politikai célokat azt nem fogják soha nyilvánosan gazni, vagy csak a háború után, hogy a Hamas olyan képességvesztésen menjen keresztül, hogy elveszítse élő erejének, tüzérségének a nagy részét, és ne legyen többet legalábbis egy jó ideig képes támadásokat végrehajtani Izrael ellen. Azon felül vegyük figyelembe, hogy egy nagy dilemma, Izzel számára, ha mondjuk kiítatja a Hamaszt, ki jön utána. Tehát ma, most van egy ismert ellenség, nem kellemes, nagyon rossz ellenség, de ott, ott mögöttem mondjuk a kettes számú terrorista csoport, az a palesztin iszlám csiád, aki sokkal fanatikusabb, ha őket is nem semmisítik meg egyúttal hamassal, akkor ők kerülnek vezető pozícióba, de jöhet egy teljesen új szervezet is, mondjuk egy iszlám állam típusú terrorista szerzett, akkor elértük a politikai céljainkat, nem? Mert rosszabb, rosszabb jött. Mondjuk ez a radikálazódás, ez egyébként is végül ment Gázába. Hát talán, ha ők bölcsen gondolkodnak, akkor próbálnak olyan megoldást találni, hogy ez ne folytatódjon még rosszabb irányba. Tehát akkor Izraelnek az a, a lehetősége így hosszú távon, hogy megpróbálja minél inkább úgy felépíteni, vagy, úgy határozni a lépéseit, hogy a Hamas meggyengüljön, de ne essen össze? Igen, igen, erre gondoltam. Na most volt egy érdekes felmérés, amit szintén a nyáron végeztek a palesztinok körében, és hát az derült ki, ha akkor abban az időpontban elnököt kellett volna választani a palesztinoknak, akkor ki lett volna az a személy, akire szavaznak. Hát van egy öreg Abbász nevű fatak vezetőnk, ő már 35-ös születésű, tehát tényleg benne van a korban, és hát vezeti a fatakot, de hát mind korban, mind a fatak nem olyan játékos az egész palesztin ügyben, mint amit mondjuk a Hamas tud jelenleg. Ő nagyon alacsony népszerűségnek örvend, de érdekes módon Haniye, aki most ugye. Katarban, Dohában, ha a a vezetője, tehát egy politikai vezetője a Hamasnak, szintén alacsony népszerűségnek örvend. Tehát egyikük se nyerne, hanem van egy, vannak olyan palesztin személyek, akik börtönben vannak, de hát hajlandóak lennének a palesztinok rájuk szavazni. És ez az érdekessége, és hát a csapda is az egésznek, hogy Izrael hajlandó-e lenne elfelé az irányba elmenni, hogy a régi vezetőket, már azért, ha a teljesen fiatal, fel lecserélni egy fiatalabb garnitúrára, aki lehet, hogy szintén ugyanolyan terrorista múltal rendelkezik, mint, a, mint, ezek, de lehet, hogy partner lenne esetleg egy dialógusban, és hát ez a ilyen népszerűbb személy esetleg át tudná venni Gázának is a vezetését. Hát ezek elég fikcionális a dolgok, akkorha, akkorha és akkorha. Tehát el lehet ebben gondolat a de jelenleg nem tartunk itt, hát hiszen eszkalálódik a háború, és még a végét nem tudjuk, hogy milyen eredménnyel fog zárolni. Ha a hosszú távon egy nyugati állam, mint amilyen azért Izrael is elmondhatjuk, meg szeretné szüntetni a határon belüli terrorizmust, az hogyan tudja élni? Főleg most visszautalva Izrael egy olyan területen, ahol azért a szomszédságban egy terrorszervezet uralkodik. A Izraelen belüli terrorizmus az nem mondom, hogy száz százalékban, de hát nyilván valamennyire azért nagyon nagy százalékban megoldott. Ne felejtsük el, Izraelnek saját vannak, saját zsidó terrorszervezete is. Tehát ott az országon belül is vannak azért radikális gondolkodók. És hát az egyik ilyen radikális, az élsőséges párt most a Netanyahu kormánynak a tagja. Az országon belül, ha most elvonatkoztatunk Izraeltől vagy bárkitől, a terrorizmussal úgy lehet kezdett formára hozna a terrorizmust, egyébként kevesen tudják a terrorista szervezetek nagy rész nem érik el politikai céljaikat, hanem vagy rendőrség, vagy más módon őket lefülelik, bebörtönzik, vagy megszüntetik, vagy ők maguk által alakulnak politikai párt, és a politikai arénában próbálják tovább az érdekeiket érvényesíteni. Tehát mindenképpen kell egy olyan elképzelés, ami a legradikálisabb elemeket leválaszza erről a szervezetről. Hogy ez börtönzés vagy fizikai megsemmesítés, ez egy másik kérdés, le kell róluk választani. Tehát az a viszonylag egységes tömb, amikor, hát erre mondták valamikor, hogy a hal jól érzi magát a vízben, vagy ez a hal ne érezze magát tovább jól abban a közegben, amiben mozog, tehát terrorista nem érzi magát jól abban a közegben, amiben mozog, és a közhangulat se fogadja el továbbiakban az ő fellépésüket, ez pedig úgy lehet megváltoztatni, ahogy Hamas is tett egyébként a fatakkal szemben, növelni kell az embereknek a ellátottságát, anyagi biztonsági biztonságérzetüket. Valamennyire lehetővé tenni a mozgásokat, az iskoláztatást, kijutni gázából, ha erre akarnak, munkát tudjanak vállalni. Tehát ez egy elég komplex Ügy, és hát egyelőre a két szomszédos állam gáza körül Izrael és Egyiptom nem igazán gondolkodik ebben, bár az nyilvánvalóan nem tett jót a, az egész uh, palesztin-izraeli kapcsolatnak, hogy ilyen hosszú ideje fenntartották a blokádot. Hogy továbbiakban akarnak-e blokádot, vagy mit szeretne Izrael, hát ezt majd a netanyóék uh, kigondolják, nehéz innen Budapesten megmondani, hogy ott abban a térségben akkor mi, mi az a arany megoldás, ami mentén lehet nekik majd mozogni, és nem tudjuk azt a politikai mozgásterüket se, ami meg, lesz majd Izraelnek a háború végére, mert hát lehet, hogy sokkal szűkebb, mint per pillanat. Tehát ők azért ennek a tagjai, figyelembe veszik az emberi jókat, hogy ne kerüljön egy olyan stigma rájuk, hogy hát véres kézzel mészárolták az áltatlan gázai cikleket. Még egy utolsó kérdést engedjen meg nekem. 2001. szeptember 11-e után nagyon megindult világszerte a terrorizmus elleni hát háborúk, meg felvettük a, harcat a harcot a terrorizmus eszemben. Ön szerint a mostani esemény ez lehet egy ilyen újabb kiinduló pont, amikor a világ megpróbál majd valamit rágálni rá, és akár, ahogy láttuk, hogy azért több háborús kirobbant, vagy több háborúban is részt Amerikán miatt. Lehet, hogy ez is lesz egy ilyen gócpont, vagy ezért ez mégiscsak Izrael és a Hamas háborúja, és nem feltétlenül fog kivetődni az egész világra. Annak idején, amikor az Al-Qaeda támadásokat hajtott végre amerikai területen, amerikai célpontok ellen, akkor azt mondták, hogy a történelemnek ez egy újabb állomása, egy, amitől kezdve a világ más lesz, mint előtte volt. És hát megkérdették az úgynevezett terrorizmus elleni háborút, mint doktrinált az amerikaiak, ami már, mint jelszó, teljesen elkapott, és már nem is használják. Hát az történt, hogy hát az amerikai is egy kicsit érzelmi alapon hajlandók voltak utána menni Bin Ladennek egészen addig, hogy háborúba indultak Afganisztánba, és a háború fő célját a Bin Laden nem sikerült elfogni. Hát ez egy fiaskó volt, és a másik fiaskó pedig annan jött, hogy jó, jó, persze megszüntettünk egy rezsimet, egy ország, de hogyan tovább? Erre nem volt egyáltalán stratégia Amerikában. Nehéz szívvel mondom ezt, hogy húsz év után hát bizony talán hamarabb is el kellett volna már jöjjenek, mert nem tudtak már jót tenni abban az országban, hogy több problémát akasztak, mint amit megoldottak. Volt egy olyan naív elképzelés mind a nyugatban, mind az amerikaiakban, hogy lehet a demokráciát exportálni. Nem lehet. A demokráciának egyik legfontosabb alapeleme, az pedig az állampolgár. Már pedig nagyon sok országban közel-keleten és észak-afrikai országokban törzsi alapon szerveződnek a társadalmak, tehát van egy család, a család egy nagyobb családnak, a nagyobb család tagja egy klánnak, a klán tagja egy törzsnek, és ezek a törzsek építik fel a, az egész országot, nem pedig osztályok, és nem pedig állampolgárok vannak. Tehát ez egy egészen más logika. Ott a demokratikus elveket követve nyugati mintára vezetne egy országot, valószínűleg nem is lehet. Tehát amik igazán jól működnek most abban a világban, ezek a királyságok. Ugye Marokkó, jó persze mindig vannak elnyomottak, de mégiscsak Jordánia, tehát a, ahol pedig azt mondják, hogy köztársaság van, azok a köztársaságok pedig inkább diktatúrák. Hiszen Egyiptom, hát gyakorlatilag egy katonai diktatúra, és lehetne még folytatni. Talán kivétel lehetett volna az arab tavasz után Tunézia, de hát most is úgy tűnik, hogy, hogy szintén egy erős ember e, vezetése alá kerül az ország. Arra van példa a történelemben, vagy ami, amiről ön is tud, hogy sikeresen tudtak úgy hatást egy terror szervezetet, hogy ez nem, nem torkolott egy háborúba. Persze, hogy ne, hát többet is. Hát az etát például Spanyolországban, tehát ott is az történt, a legradikálisokat elválasztották a szervezetről, és azt a melegágyát a terrorizmusnak, amiből lesz kinő, azt a problémát próbálták gazdaságilag és politikai kezelni. Több autonómiát adtak az etna baszkoknak, gazdaságilag fejlesztették a térséget, és innentől kezdve az et a átalakult politikai párt, és a politikai pártként próbálja az érdekeit érvényesíteni a spanyol politikai arénában. De vannak más példák is, és mondom, valójában kevesen tudják azt, hogy a terroristák nagy részt nem érik el politikai céljaikat. Nagy részt nem érik el. Dr. Tamaja Jánosnak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen. Köszönöm a megkívást.